Na hát fantasztikus felfedezést tettem, amire szintén már gondolom mindenki rájött, de azért elmondom hát, ha még valaki nem. Ugye bánya. Megint lent vagyok, próbálok farmolni, gyűjteni ezt a nyersanyagot. És hát nem nagy misztikum, most, hogy már ilyen hiperügyes vagyok, és közel 100 óra alatt megszereztem ezt a szenzort, ezért konkrétan beállítottam most arra, hogy bomba növényt detektáljon. Hát mondjuk úgy alapvetően idegbajt kapok a csipogásától, mert megállás nélkül bombát detektálok, mint egy jó tűzszerész, de egészen hatékony. Tehát gyűjtögetem bőszen a bombát, most már van 30, úgyhogy ez teljesen ki volt nullázva. És ez az egyik adag, a másik meg, hogy utána egészen konkrétan beállítom a nyersanyagra, tehát magára erre a zonaitra, hogy ezt detektáljon és csipogjon nekem, ha talál, és akkor mint egy őrült ezeket keresem és farmolom. Most azt hiszem egy híján megint megvan annyi, amennyi egy teljes akupakhoz kelleni fog. Nem ez. Ja nem, az nem itt van, bocsánat. Az... Nem, már több is van. Jó, van, szuper. Itt szerencsére elég sokat találtam olyat, ami ez a large, és 20 volt benne, úgyhogy 3,19, ez azért királyság, mert akkor megint el tudok menni a Mici nénihez, és beváltani egy teljes akupakra, úgyhogy szerintem azt most meg is ejtem, mert... Na, még itt csipog, még a bombát fölvesszük, mert itt... Nem egyszer, nem kétszer találkoztam lent olyan, ja, ez most pont nem az volt, olyan ilyen robotemberkékkel, akiknél vannak felépítmények, és most, hogy már az autobuild funkcióm ki van nyitva, meglepő módon ezekkel a robotokkal beszélek, és adnak sémákat. Ez azért gáz, mert már rengeteg ilyen robottal beszéltem, és nyilván korábban is adtak volna sémákat. Ja, csináltam egy ilyen izét, ilyen, majd megmutatom, így két oldalra egy ilyen kis kormány, meg két oldalra egy kis szar. Kicsit csálén megyek vele, de nagyjából itt csúszok vele a földön, meg néha egy kicsit tudok ugratni, vagy repülni, majd még próbálom tökéletesíteni. Szóval adtak ilyen sémákat, ezt ugye adta a professzor ott bent a városba, és a másik megadott egy ilyen hidat. Lesz nekünk 8 favorite, amit mi rakhatunk be, lesz egy history itt alul, és lesznek ilyen, hát hogy mondjam, megkapott, ilyen robotoktól megkapott sémák, úgyhogy több típusban, több szinten, több módon tudjuk ezeket autobuildelni. Na jó, mivel most itt nagyjából körbenéztem, és nem találtam most itt a közelben újabb... Ja, ez igen érdekes, tehát ezt itt fingom nincs, hogy fogom megközelíteni, mert ott van elvileg egy bánya, és ez nem kapcsolódik ezekkel a részekkel, és itt nem látok egyelőre leugróhelyet sem. Ha csak az nem lenne az, de alapvetően nem látok leugróhelyet. Úgyhogy ez igen érdekes lesz ez a sztori, lehet, hogy majd ez itt az lesz. Se baj, én most elutazom akkor a nénikéhez, és charge-olunk egy akut. Olyanról én még videót úgyse csináltam, mondjuk túl sokszor nem is történt, azt hiszem kettőször voltam a néninél. Itt van az akubolt, és akkor megyünk. És akkor ez elvileg most már a negyedik ilyen akum lesz, ugye egyel indultunk alapból, és elvileg most már a harmadik olyan, amit pluszba meg tudok csinálni. Elvileg megint megvan egy teljes elemhez a szettem, vagy a nyersanyagom. Igen, gyártsunk. 3. Helyes. Jó, hát kinkeserves, vérverejtékes munkával már megvan a fele az összesnek, de hát a fele is úgy, ugye, hogy ebből egyet nem kellett megcsinálnom. Tehát amit én produkálni tudtam, az lényegében kevesebb, mint a fele, mert 3-at eddig megcsináltam, és még 4-et kell. Úgyhogy, jó, de mindegy, hát ahogy megvan annyi nyersanyagom, hogy már tudok egy újat, akkor mindig jövök és gyártom, mert hát ki tudja, hogy mikor lesz olyan, amikor egyre több elem kapacitásra szükségem lesz, úgyhogy ez így most már tök király. Szépen oda charge-olta a negyediket. Szuper, hát ez nem olyan túl izgalmas rész, de hát most még azt hiszem sokat azért ezzel fogok küzdeni, hogy megyek le ide a bányaszintre. Eleve még mindig csak ennyit térképeztem fel, tehát még mindig rengeteg olyan rész van, amit nem derítettem fel, és farmolok tovább, és hát a bosszokat is körbejárom, mert azóta volt ilyen piros hold, és most egész sok bombám is van, úgyhogy hát mondjuk most ott kezdjük is azzal. Nem tudom, azt hiszem itt a bal oldalon talán lightosabbak voltak a bosszok. Itt mondjuk elvileg van kettő is viszonylag közel egymáshoz. Úgyhogy akkor jövünk ide.
Azt hiszem, azok jellemzően egy darab nagyot is dobtak ebből az elektromos cuccból, tehát eléggé jó sztori abból a szempontból, hogy hát ez közelebb van talán. Menjünk először ide. Nem emlékszem természetesen, hogy melyik hol van, és nem mindegyiket öltem meg, tehát lehet, hogy itt csak olyan lesz, akit bejelöltem, de nem öltem meg. Úgyhogy nem biztos, hogy neki fogok menni, ha túl durvának tűnik. De lényeg az, hogy úgy emlékszem, hogy ebből meg most lassan most már maximumon vagyok, vagy hát nem tudom, hogy 999-nél megáll-e. Mert szerintem semmiből nem volt még annyi. Majd figyelek rá, és hogy a 999-nél megáll, akkor visszamegyek a professzorhoz a városba, és veszek, nem tudom, bombanövényt, vagy bármit, amit tudok vásárolni. Jaj, de aranyos! Igen, szóval az íjak, azok nagyon-nagyon fogyóeszközök nálam, és ennek olyan nagyon nem örülök. Csípogunk megállás nélkül a bomba detektálás miatt. Na hát elvileg itt ide jelöltem én be egy bosst. Lehetséges, hogy mégse élednek újra, mert ugye volt azóta ilyen vörös hold, és itt, de ott van. Új, de cukor. Azt hiszem ez nem volt olyan nagyon durva. Ez volt ugye a béka, akinek bele kellett lőni a szájába. Hát természetesen mondjuk az egyet mentünk, és úgy emlékszem, hogy nagy, azt a nagy kristályt is dobta, ami ugye 20 cuccal ér fel, úgyhogy hát nem is tudom, mi legyen, valami kőzúzó, nem tudom, mi a jó fegyver, mert ugye ilyen kő van a hátulján, hát próbáljuk meg minél előbb letudni. Most azért, hogy itt azért legalább a nagyjából világos van, úgy emlékszem, hogy legutóbb talán csak a fele volt világos, és ha izét meglövöm, az számít bármit. Nem. Jó, köszi. Na, próbálkozzunk. Igen, és akkor gyorsan föl, és zúzni. Jézus Mária, nagyon keveset sebzek. Ez valami szupererős béka? Ennek nem látom valahol a szintjét. Szinte semmit nem sebzek. De korábbi ez nem ilyen volt, legutóbb. Ez elég kemény. Na, fussunk. Jó, hát szerintem ez erősebb. Az csak azt hiszem White volt. Hát most nem tudok rálőni. Semmit. Hányat ugrik? Na. Ez az. Szóval ezen nagyon kicsit tudok sebezni, az a baj. Úgy emlékszem, hogy korábban, amikor egyszer már... Ja, és most az energiám is sérül, de miért? Miért? Ez most miért csinálja? Hát ennek nem örülök. Ez így hogy? Akkor ezt lőnöm kéne? Nyilvesszővel? Szuper lesz. Már 4 szív lement, nem tudom visszagyógyítani. És... Hát harmadszori nekifutásra most már talán sikerül kinyírni ezt a rohadékot. Ez egy kicsit nehezebbnek tűnt, mint a korábbi. Vagy én voltam bénább, vagy ez valami táposabb, de ez egy picit azért nehezebb volt most, de szerencsére sikerült. Nagyon remélem, hogy brutál lootot kapok, mert megérdemelném. Az a jó, hogy még mostanáig vannak olyan nyersanyagok, amivel korábban nem találkoztam. Azokat mondjuk le kéne fotózni. Megint volt egy ilyen nagy kristály, szerencsére. Jó, hát szóval ez a sztori, ez a feladat. Járok körbe, detektálom a bombákat, veszek meg minden nyílvesszőt, és akkor ezeket a bosszokat kell kinyírnom, hogy minél gyorsabban fel tudjam boostolni maxra az elemeket, és onnantól kezdve pedig bármikor tudom autobuildre használni ezeket a köveket, mert nem fog kelleni már elem boostolásra.